szörnye hercegnő, így van. 29-es sorszámmal érkezik újból egy... Gyűrös Gábor. Gyűrös Gábor érkezett, és minek öltöztél be? Ninja. Ninja. Itt rengeteg ninja van, és neked is van valami a zsebet, esetleg megmutatnád, hogy mit, és csak itt... Ott jó, az milyen szúrófegyver. És ott mutasd meg a közönségnek. Wow, micsoda erős ninja. Köszönöm szépen, fordulj te is. Gyere vissza, légy szíves. Ne siess annyira, mert a közönség nem tud megnézni. És akkor lassan fordulj körbe. Ez a szuper. Köszönöm szépen. Erre mehetsz. 30-as sorszámmal érkezik. Egy nagyon gyönyörű, szép kis lovaska. Igazam van? Igen. Nagyon szép is. Elárulnád a nevedet? Kiszélnék. Cianik, ő nagyon szép jelmezet. Van, nincs meleged benne? Nincs? Nincs. Na, ha majd egy kicsit, majd vége a harsnagi felvonulásnak, akkor majd kicsit megszabadulsz tőle, és talán fellélegezsz ezt, de nagyon szép a jelmezet, kérlek, és fordulj körül, hogy a közösség felláson. Szuper, ügyes vagy, ha nem egyszer, nagy tapsot kérlek nekik, nagyon ügyesek. Következik 31-es sorszáma, egy hangszer. Szia! Szilafon! Ez egy xilofon, szuper. És hogy tudtok azon játszani? Na? Mit tudtok vele csinálni? Mi van a kezedben? Mit csinálnak? Fújják? Ütögetik. Így van, ügyes vagy. Fordulj meg. Ki készítette a jelmezetet? Anya, én, Felicia, mert... Felicia, testvére? Igen. Nagyon ügyesek voltatok, én nagy tapsot akkor anyának, és neked is. Nagyon ügyes volt, a helyre mehetsz. Jöhet a következő, 32-es sorszámmal. Szia, elárulnád a nevedet? Holeszkó Péter. Szia, Peti, te minek költöztél? Indiana Jones. Indiana Jones, nagyon szuper. És mi van a kezedben? Egy igazi ostor. És kik használják az ostort? Mit csinálnak az ostorra? Lovakat fogják el. Csatoltatják az ostorukat, igaz? Nem. Szuper, és megmutatnád a közönségnek, kibontanád? Szuper, azért ne csak, jaj, ne csak kingasson inkább. Az a biztos, ha a kezedben van, köszönjük szépen. Én nagy tapsot kérjük neki is. Következik 41-es sorszámmal. Jöhetsz, jöhetsz, nyugodtan. Szia, Anna, te minek költöztél? Kábolynak. Kábolynak költöztél, köszönöm szépen, fegyvered is vagy, úgy látom. Szuper, megmutatod nekünk? Wow, köszönöm szépen, helyre mehetsz, te is, ügyes voltál. Következő sorszámmal érkezik, 37-es sorszámmal. Szia, húha, azt nem tudom mi, ezért megkérdezem tőled, hogy minek öltöztél? Kokos. Kokos, na hú, nagyon szuper ötletes jelmez, fordulj meg, légy szíves, hogy lássa a közönség is. Nagyon szuper, köszönöm szépen, helyre mehetsz. Akkor következik, 33-as sorszámmal. Gyere, légy szíves, szia, te minek öltöztél? Fekete Rigónak, nagyon szuper, és csak fordulj szembe a közönséggel, és lassan fordulj körbe, hogy hagylássák a szép elmezet. Nagyon ügyes vagy, helyre mehetsz. Következik 36-os sorszámmal. Szia, te minek öltöztél be? Kalóznak. Kalóznak, nagyon szép a jelmezet. Fordulj körbe. Nagyon szuper, köszönöm szépen, helyre mehetsz. Én nagy tapsot kérem neki is. Következik a 34-es sorszámmal. Szia, gyere nyugodtan, bátran. Szia, hogy hívnak? Betemány Petra. Szia Petra, te minek költöztél? Kalóznak. Hú, gyere, kalóz, itt a pár. Egy kalóz, jó és egy kalózlány. Szuper, akkor forduljunk körbe lassan. Egy nagy tapsot neki. Nagyon ügyesek voltatok és nagyon hasonló jelmezetek. Felegyetünk itt is a helyetekre, és akkor következik egy rendőr bácsi 35-ös sorszámmal. Szia, megbírságoltál már valakit a mai nap? Nem. Még nem? Hát akkor te nagyon jó rendőr bácsi vagy. Köszönöm szépen, fordulj légy szíves körbe. Köszönöm, ügyes volt, a helyre mehetsz. És akkor légy szíves, álljatok körbe. Álljatok ennek körbe, és akkor lassan menjetek körbe, hogy a közönség fel tudjon titeket megszemlélni. Lassan mehettek. Gyertek. És én nagy tapsot kérek a második osztályosoknak. Nagyon ügyesek voltatok ti is, nagyon szép és ötletes jelmezetek volt. És az osztályfőnökök segítségével pedig fáradjatok, hogy legyetek szívesek a színpadról.
következnek ezután a harmadik osztályosok. Szia! Te minek öltöztél? Kalóz. Hú, kalóz. Itt ment el két kalózunk, egy kalózszű és egy kalózlány. Az előző az nem a testvéred volt? De. Hú, akkor ketten beöltöztetek kalózlánynak. Nagyon szép a ruhátok. Fordulj egy füves körbe. És a hajad is szépen be van fonva. Köszönöm szépen, helyre mehet. Következik 51-es sorszámmal egy cica. Szia, elárulod a nevet? Dóri. Szia, Dóri. Egy cica nyelvogás. Hú, az igen kis szolid kis macska volt. Köszönöm szépen, fordulj körbe. Csak úgy. Jó, köszönöm szépen. Következő sorszámmal, szia. Te minek öltöztél? Ninja. Ninja. És ennek valami ninja mutatvány tudnál bemutatni? Nem? Azt nem. Nem baj, nagyon szépen járvizet, fordulj körbe. Jó, köszönöm szépen, helyre fáradtok. Szia. Te minek öltöztél be? Varázsló. És kit varázsolsz el? Senkit. Megint jaj, de jó varázsló vagy. Még botod is van, nagyon szuper. Fordulj, légy szíves körbe. Köszönjük szépen. A közönség nyugodtan tapsolhat. Jaj, de szép. Szia. Nem, és te Áskanna vagyok. Nagyon szép az a te Áskanna, nagyon ötletes. Ki készített ezt a jelmet? Apu és én. Nagyon szuper. Köszönöm szépen. Fordulj meg lassan, hogy ezt a szép jelmezt a közönség meg tudja szemlélni. Köszönöm szépen, csak óvatosan el ne szakadjon. Jöhet a következő 73-as és 76-os sorszámmal. Sziasztok, testvérek vagytok? Igen. Minek öltöztetek meg? Hercegnő. Hóvé. Ne? Hóvé. Ahogy? Kókuszió. Hubé! Hát én nem értem, hogy mit mond. Minek öltözött be testvéred? Kókuszbill. Ja, kókuszbill. Én a kókuszjónak értettem. Nem baj, nagyon szuper. Köszönöm szépen. Forduljatok körbe. Forduljatok körbe, hogy hát tudja megnézni a közönség. Kókuszbillt is és a testvérét is. Köszönöm szépen, helyre fáradhatok. Csak óvatosan. Szia, téged hogy hívnak? Dávid. Szia, Dávid. Te minek öltöztél be? D-mobil. Az mit jelent? Telefon. Aha, ez egy telefon. Nagyon szuper, ki készítette a jelmezet? Anya, meg apa, meg én. És az egy D-mobil, hogy ne reklámozzuk a céget, hogy D-mobil? Igen. Nagyon szuper, köszönöm szépen, Dávid. Helyre mehetsz. Fordulj körbe, hogy el tudjanak megnézni. Úgy. Még kamerája is van, még fényképezni is tud, csak óvatosan ne fényképezik minket. Köszönöm, helyre fáradhatsz. Jöhet a 48-as sorszámmal. Szia, te minek öltöztél? Transformers. Transformersnek? És az mi valójában? Mivé alakul át? Kocsi. Szuper, kocsi, ha szereted azt a sorozatot, vagyis azt a filmet, bocsánat. Igen. Nagyon szuper a jelmezet, köszönöm szépen, fordulj meg. Én tapsort kérlek neki is, nagyon ügyes voltam. Helyre feladhatsz. Szia, te minek öltöztél be? Pincérnek. Jöhetom egy kicsit a Pepsi-ből? Nem? Pedig egy kicsit szomjas vagyok. Minden esetben nagyon csinos vagy, fordulj már. Fordulj te is körbe. Szuper, helyre mehet. Következő, jelent az 50-es sorszámmal. Szia, te minek öltöztél be? Cowboy. Cowboynak. Az előbb még volt vampír fogad eltűnt? Igen. Jó, nagyon ügyes vagy, fordulj körbe. Szép csillogós kalapod van, köszönöm szépen. Jön a 47-es sorszámmal, a piros pöttyös az igazi. Szia, minden esetben elárult, hogy minek öltöztél. Pöcsös szóló. Nagyon szuper, ügyes vagy, ki készített a jelmezetet? Anya. Nagyon szép, fordulj körbe, lassan, hogy hagylassa a közönség. Nagyon ötletes. Ó, ide is dobhatsz egyet nekem is. Jó étvágyat a túró Rubihoz. Csak óvatosan el ne törjön. Köszönjük szépen. És akkor egy nagy tapsot kérek a harmadik osztályosoknak. Nagyon ügyesek voltatok ti is, nagyon ötletes volt a jelmezetek. És akkor jelmeznek a további jelmezesek.
53-as sorszámmal már is érkezik. Gyere, légy szíves, 53-as sorszámmal. Szia, mi a költöztélben? Mobiltelefon. Mobiltelefonnak nagyon szuper, forul, légy szíves, körbe lassan. Nagyon szuper, egy tapsos bérnek és fel egy helyre. 54-es sorszámmal érkezik, csak óvatosan. Szia, te mi a költöztélben? Csókinak. Csókinak, nagyon szuper. Meg is kóstolom. Hú, ez finom, édes, forulj meg, légy szíves. Nagyon ügyes, óvatosan, köszönöm szépen. Jön a sorszámok, 55-ös sorszámmal. Szia, te minek költözél? Persze. Festőnek, és mit szeretnél festeni? Állatokat. Állatokat, szuper ez a festő, 45-ös a jelmezet, fordul légy szíves körbe. És helyébe mehetsz, 56-os sorszámmal érkezik. Szia, már látok egy hasonló jelmezt, nagyon szuper. Minek költöztél? Szilopon. Nagyon szuper a xilofon, és nagyon szuper ez a violin kulcs a fejeden is. Fordulj, légy szíves meg, és helyre mehetsz. Következik az 58-as sorszámmal. Egy veszélyes katona. Szia! Na, mutasd meg, mit szeretnél. Felülte a célpontot, és tüzel. Csak ne a közönség, hanem odafel inkább. Köszönöm szépen, helyre mehetsz. És akkor légy szíves, gyertek körbe. És a közönségtől pedig egy nagy tapsot kérek a 4. osztályos tanulóknak. Köszönjük szépen! Fáradjatok el, légy szíves! Következik az 5. osztályos tanuló. Csak óvatosan. Érkezik egy... Nem tudjuk ki az, de a jelmez az nagyon szuper. Lenessünk a színpadról. Szia! Minek öltöztél? Mosógép vagyok. És most éppen mosás előtt van valami? Testvéred ruhára, nagyon szuper. Nem mondom azt, hogy fordulj körbe, mert egy kicsit veszélyes lenne, hanem inkább én megyek arrébb az új könnye. Szia, te minek öltöztél be? Ördögnek. Ördögnek. Kicsit elment a hangod? Igen. Nagyon szuper, fordulj lassan körbe, és a közönség meg tudja megnézni. Köszönjük szépen, 59-es sorszámmal. Szia, te minek öltöztél? Kungfusnak. Kungfus, esetleg tudnál bemutatni nekünk valami kungfu fogást? Igen. Na, hagyd lássuk. Formagyakorlat. Ó, ez remek. Na, hagyd lássuk. A színpad a tiéd. Tehát abszolom nyugodtan. Jó, köszönjük szépen! Nagyon ügyes voltál, nem tapsot kérünk neki. Következő 72-es sorszámmal, szia, te minek öltöztél be? Elővész. Elővésznek, nagyon szuper a puskát, megmutatnál nekünk? Nehéz? Nem nehéz, nagyon szuper a jelmezet. Fordulj lassan, légy szíves körbe, vagy a puskát a napadban. Nagyon szuper. Köszönöm szépen, és akkor ti is menjetek légy szíves körbe, és utána fáradjatok le a színpadról. Lassan, ügyesen. És jön, gyertek, jó, gyertek. Jó, a többiek pedig feladjatok le, köszönöm szépen, ügyesek voltatok. És jöhetnek a következő. 61-es sorszámmal már is jöhet. 60-as és 61-es sorszámmal. Uha, ez egy banda lesz. Sziasztok! Magyarik osztályosokatok. 6. 6. osztályosok is, minek öltöztetek be? Öreg ember, aki te elvisz az ördög. Nagyon szuper, és melletted az ördög lenne? Ú, de rémisztő, nagyon szuper a jelmezetek, forguljatok körbe. És hova visz az ördög? Hát gondolom a pokolba. A pokolba, hát igen, hová máshol. Sziasztok, ki minek?